szennyvízzel kevert csapadékról küldtek több településről is fotókat a Nyírségvíz ZRT szakembereinek. A felvételek a múlt szombati vihart követően készültek. A gyorsan lehulló, nagy mennyiségű eső túlterhelte a szennyvízhálózatot. A szakemberek szerint a probléma nagyrészt amiatt alakul ki, mert sok helyen a szennyvízhálózatot használják a csapadékvíz elvezetésére is. Elméletileg nem kerülhetne bele a szennyvíz csatornába a csapadékvíz, de sok helyen össze van kötve a rendszer. Ez legtöbb esetben illegálisan került be a hálózatba. Mi mindent megteszünk a felderítésért, próbáljuk megtalálni azokat a pontokat, hogy hol kerülhet bele a szennyvízvezető hálózatba ez a csapadékvíz. Folyamatosan végezzük a felderítéseket, de kapacitás, illetve a lakosságot is kérjük, hogy ők is legyenek partnerek ebben. Akinek tudja, vagy tudatosan, vagy tudta nélkül van bekötve a csatornába, a szennyvízvezető csatornába a csapadékvize, azt kérjük, hogy szüntesse meg, mert ezzel nagy bosszúságot tud okozni a lentebbi területen élőknek, mert valahol ez a megnövekedett vízmennyiség ki fog jönni a csatornából. Nem erre van tervezve a szennyvízvezető hálózat, ott a keletkező szennyvizeknek az elvezetésére van megtervezve, ezt egy esőmentes időben vígan elvégzi a maga a rendszer, a szivattyúink, a hálózatunk alkalmas arra, hogy a keletkezett szennyvizeket elvezessék. Példaként mondom, hogy napi szinten Nyíregyházán keletkezik egy ilyen 14-15 ezer köbméter szennyvíz, egy ilyen esősebb időszakban pedig a szennyvíztó telepre akár 35-40 ezer köbméter szennyvíz is beérkezik a szennyvíztó telepekre. Ez azt jelenti, hogy a csapadékvíz megjelenik abban a rendszerben, ami elve nem erre van tervezve. Az extrém mennyiségű, gyorsan lehulló csapadék a vármegye nagyobb városaiban szinte mindig túlterheli a szennyvízhálózatot. Ennek egyik oka lehet az is, hogy jelentősebb a térkövezett és betonozott felületek nagysága, így a nagy mennyiségű eső egy része nem tud a talajba szivárogni. A problémát itt is tetézi a szennyvízhálózat illegális terhelése. A Nyírségvíz ZRT a visszaélések felderítése érdekében évek óta több fórumon is tájékoztatja a lakosságot. A szakemberek az illegális bekötések feltárásában is tudnak segítséget nyújtani. Általában az jellemző, hogy mindenki úgy tudja, hogy nem a szennyvízbe van bekötve, úgy vette a házat, azt mondta neki a vállalkozó, hogy el van szikasztva, de sajnos ez nem minden esetben történik így. Nem látnak be a föld alá, de mi ebbe is partnerek vagyunk, hogyha valaki nem biztos abban, hogy hova megy a csapadék csatornája, minket nyugodtan megkeresett, felkeresett, és segítünk felderíteni, hogy hova is van bekötve ez a csapadékvíz. Sok kicsi sokra megy elven, egy-egy utcában egy-két bekötésnek a feltárása, illetve megszüntetése is, hogyha így aprólékosan megyünk, akkor ez így előbb-utóbb sikert fog elérni, és kevesebb szennyvízzel kevert csapadékvíz kerül ki az utcákra. Nyíregyházán naponta átlagosan 15 ezer köbméter szennyvíz keletkezik. Egy jelentős csapadékot hozó vihart követően azonban akár 40 ezer köbméternyi mennyiség is beérkezik a szennyvíz tisztító telephelyekre.